Olcs gyermekeit, szívébe jellemet, Petőfi kézírásának üzeneteit címmel rendeztek könyvbemutatót a Szent István Művelődési Házban. A vendégelőadó V. Barna Erika kézíráskutató grafológus volt, aki a költő kezenyomáról írt tanulmánykötetének megszületését tárta elénk. Óriási kívás és óriási felelősség, mert ő már nem tud tiltakozni, tehát olyat nem mondhatok, ami nem hiteles. A kézírás csodálatos módon tudja visszaidézni a személyiségét. Az a nagy szerencse, hogy még akkor nem volt digitális korszak, terror, és a kézírásai megmaradtak, és még ezt úgy láthattam, hogy nem mikrofilmeken, hanem a valóságban, tehát Petőfi kéz érintését még őrizték. Nagyon megható volt számomra. A szakember tanulmánykötetében Petőfi Sándor nagyívű munkásságának különböző korszakait elemezte, amely egyszerre a kor és a költő alkotói emberi létének meg annyi változását is tükrözi. Közi leveleiben, verseiben egyaránt. Az is nagyszerű volt, hogy 17 éves korától végigkísérték, megmaradtak, megőrződtek ezek a kéziratok. Külön füzeteket hozott létre azért, hogy egy-egy évnek a verseit összegyűjtse. Nagy rend volt Petőfi életében, tiszteletben tartotta a saját verseit, költészetét. Látszik, hogy milyen mélységes elköteleződéssel, felelősségtudattal írta ezeket. A kézírásból, ahogy az előadás is megerősítette, kitűnik, amit Babits Mihály 1923-as Petőfi esszéjében így fogalmazott meg: Petőfi olyan lélek, aki fölött a múltnak nincs hatalma.